A falu főútján énekelők lakodalmas menetnek tűnnek, pedig másról van szó. A szekereken színművészek és népdalénekesek vonulnak be a Csőrszínházba. Nagy a sürgésforgás. Nem csak a mikháziak, hanem a környék apraja nagyja is itt van. A névadó Csőr előtti téren színpadot rendeznek be, a közönségnek sátrakat építenek, mindenki az esti programokra készül. Az esemény a helyi iskolában egy kis plasztikai kiállítás megnyitójával kezdődik. Fekete Pál képzőművész alkotásait Hunyadi László szobrász méltatja, és az érdeklődők is kíváncsian nézik meg a falusi embereket ábrázoló szobrocskákat. Késő estében nyúlik a népdalest, amelyet a falu első díszpolgára emlékére rendeztek. Ugyanis a polgármesteri hivatal és a községi tanács a korral együtt haladva először adományozott díszpolgári oklevelet. Ezt az idén elhunyt Széjes Sándor, a hajdani Székely Népi Együttes, majd a Maros Művész Együttes énekese, konferanciéja, a falu szülőpte kapta posztmortem. Széjes Sándor és Mikháza valahol a kettő ugyanaz. A Széjes Sándort emlegettek, akkor, vagy azt mondtam, én Mikházi vagyok, akkor rögtön mondták, hogy a Széjes Sándort ismeri? Hát mondom, ott a szomszédunkban, és még szegről végről rokonok is vagyunk, úgyhogy... Biztos, hogy tisztelik, hát hogy ne tisztelnék, amikor ugye Amerikába, Kínába, Japánba, mindenfele elvitte a falunak a híreit, és sose szégyelte, hogy Mikházi, és ott büszke volt rá. A kórház kéménye tudják, miért füstölök? Mert fő az egészség. Éppen onnan jövök. A kicsikomámat tegnap operálták, elmondom, hogy történt, hát ha nem hallották. A műtő asztalon ott fekszik a beteg. Az Istenre kérem, doktor úr, mentsen meg. Azzal az altató tüdejére szívja, sorsát a professzor bicskájára bízza. 3 óra múlva eszméletre réved, első pillantása az orvosra téved. Sikerült! Úristen, ó, mekkora öröm! Köszönöm, doktor úr, szívemből köszönöm! A fehér köpenyes mosolyogva nézi, kezét a páciens homlokára teszi. Fején a glória, mint neoncső ragyog, ne állálkodj, fiam, én Szent Péter vagyok. Minden mozdulata természetes volt. Minden szava, amit a színpadon kimondott, az rendkívül ügyes és jól hangzó szavak voltak rendszeresen, és azt, amit ő elmondott, azt utánozni senki soha nem tudta. Csak elmondom azt az esetet, hogy az Imre öcsém, aki végzett, képzett színész volt, megpróbálta a ritmusait elmondani kint Magyarországon bizonyos rendezvényeken. Sose sikerült neki úgy, ahogy a Széjes Sándor az ő megszokott huncut mimikáival kísérni tudta. Ez csak ő tudta, ez az övé volt. Kraszna horka büszke várom, ráborult az én homályom. Tornya karmán az őszi szél, régmúlt dicsőségről mesél. Rákóczinak dicső kora, nem jön vissza soha, soha. Akkor lépett fel utoljára, már nehezen tudtuk rávenni, mert irtozott már attól a ténytől, hogy kin a színpadon nem tudja megállni a helyét. Ő tisztelte, nagyon tisztelte a színpadot, és a közönséget, akivel beszélt, akinek előadott valamit. Mikházán föllépett, hát voltak föllépései más, apróbb rendezvényeken, de már az utóbbi 2-3 évben mind kevesebb és kevesebb. Tehát oda kötött a betegség az ágyhoz, a lakáshoz, képtelen volt elmenni úgy valahová, hogy ő ne legyen teljes, egész.
Szerencsés jó estét kívánunk e háznak, Backamadarasnak s minden lakójának, maguknak, akik most a teremben vannak, no meg azoknak is, kik otthon maradtak. Van egy kicsi falu Maros-Szentgyörgy mellett, sokat nem dicsérem, mert az sosem kellett, tán a magukénak éppen csak a fele, s Marosvásárhely a becsületes neve. Onnét indulánk el egy szép hódas éjjel, 9 szénahordós hófali szekérrel, hogy ameddig bírjuk, s amíg tart a talpunk, minden faluba egy előadást tartunk. Elveszett az uram is a nagy kavarodásba, pedig ráhagytam vagy 8 rajkót, hogy ne várjon magába. Sírnak, rínak a gyerekek, hogy az apjuk hová leket. Elveszett az uram a bálba. Sírnak, rínak a gyerekek, hogy az apjuk hová leket. Elveszett az uram a bálba. A Széje Sándor emlékes magyarországi meghívottja Madarász Katalin hangulatos előadása, míg a falu kisebbségét is felcsalta a színpadra, akik szemmel láthatóan elemükben érezték magukat. Hát ezt reggelig tudjuk csinálni! Na, de sírnak, rínak a gyerekek, hogy az apjuk hová neked elveszett az uram a bálba. Katit régóta ismerjük, család, úgymond családi barátunk, és mikor felkértük, hogy vállalna el a Széje Sándor emlékesben az éneklést, nagyon szívesen azt mondta, hogy jön, le is utazott, 3 napja itt van velünk, egy székelyfürdi turnéra is elvittük, inkább kirándulásra, és már vissza is utazott rögtön az előadás után, még aznap éjszaka, mert másnap fellépése volt a határ mellett valahol. Egész világ beszél, pedig azt elfújja a szél. Itt felfelé, itt lefelé, itt a babám háza felé. Még azt mondják, nincsen fújja, ki az énekeket fújja. Az első rendezvények háttere tulajdonképpen ez az udvar, ez a lakás volt. A legelső rendezvényen például a Vásárhelyi Színház munkaközössége, amelyik föllépett, egy heten keresztül, vagy 10 napon keresztül itt lakott ezen az udvaron, beosztva ebbe és abba a szobába, itt próbáltak, itt éltek, itt ettek, ittak. Tehát ilyen értelemben mindegyik családtag beleegyezett, és mindegyik teljes erőbedobással, ki amihez nyilván értett. Unokatestvérek, testvérek, kívülállók,
És ugye nem felejtem, nem szabad elfelejteni.